Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen előrehajolni, és ebben a pozitúrában maradva a két lába közt hátra tekinteni, köszönöm. Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról. Íme a világ fejtetőre állt. Férfi lábakkal impálnak a levegőben, visszacsúsznak a nadrágszárak, és a lányok, ó, ezek a lányok, hogy kapkodnak a szoknyájuk után? Ott az autó, négy kereke a levegőben, mintha egy kutya a hasát akarná megvakargatni. Egy krizantém, Kejfej Jancsi, vékony szere az égbe mered, ahogy a fején egyensúlyozza magát. Egy gyors vonat, amint füstcsóváján tovarobog. Thank you.
A belvárosi plébánia templom a két tornyán lévő, két kereszten lévő, két villámhárító hegyével érinti csak a földet, és amott egy tábla a kocsma ablakában, frissen csapolt sör. Bent egy dülöngélő vendég fejjel aláfelé elhozza a sörét a söntésből. A sorrend. Lent a hab, rajta a sör, fent a pohártalpa. Egy csöp nem sok, de annyi se csordul ki. Tél van. Hát persze, hiszen felfelé szállingoznak a hópelyhek, és az égbolt jégtükrén lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. Hát nem könnyű sport. Keresünk most már vidámabb látványt. Imhol egy temetés. Fölhulló hópelyhek közt fölcsöpögő könnyek fátyolánát végignézhetjük, amint a sírások két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. A munkatársak, ismerősök, közeli, s távoli rokonok, továbbá az özvegy meg a három árva, göröngyöt ragadnak, s elkezdik a koporsót haigálni. Jusson eszünkbe az a szívettépő hang, amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak. Az özvegy sír, jajonganak az árvák. Milyen más érzés fölfelé haigálni?
koporsót eltalálni mennyivel nehezebb. Először is jó göröngyökre van szükség, mert a porhanyósabbja félúton szétesik. Van hát kapkodás, lótás, futás, taszigálódás a kemény rögökért, és hiába a jó göröngy, a rosszul célzott rög visszahúl, és ha eltalál valakit, pláne ha egy gazdag, előkelő rokont, kezdődik a vihorászás, a károröm egészséges kuncogása. De ha minden stimmel, kemény a rög, pontos a célzás, s telibe találja a deszka koporsót, megtapsolják a dobót. Derűs lélekkel térnek haza, és sokáig emlegetik a nagy teli találatot. A kedves halottat, és ezt a mókás, pompásan sikerült szertartást, melyben nyoma sem volt a képmutatásnak, a tettetett gyásznak, a hazudott részvét nyilvánításnak. Kérem, szíveskedjenek kiegyenesedni, amint látják a világ talpra állt, önök pedig emelt fővel, keserű könnyekkel sírathatják kedves halottjaikat.